Fordul a kocka. Ezzel a mottóval rendezte meg idén szakmai partnertalálkozóját és a tejvilágnapjához kapcsolódó programjait a Vitafort ZRT. Az ország minden részéből érkeztek vendégek Dabasra, ahol előadásokkal és pódiumbeszélgetéssel várták az érdeklődőket. A gazdálkodók a tartalmas nap során választ kaphattak az ágazat jelenlegi legfontosabb kihívásaira. A mai napon 460 regisztrált vendégünk van itt, mondhatni, hogy a mezőgazdaság krémje, főleg állattenyésztők, de nagyon sok növénytermesztő is jelen van a mai rendezvényen. Milyennek a mai napnak a szakmai üzenete, Zoli? Változik a világ. Minden évben más mottót veszünk elő, az idén pedig forog a kocka, ki tudja merre áll meg. Forog, hiszen 20 éve nem volt arra példa, amiben most már biztosan látjuk, így az év közepéhez közelítve, hogy az idei esztendőben 2023-ban az állattenyésztők fogják eltartani a növénytermesztőket. Az elmúlt 20 évben máshogy volt. Nagyon gyenge felvásárlási árak vannak, viszont gyönyörű a határ. Historikus történelmi rekordokat próbálunk meg majd növénytermesztési oldalról döngetni. Viszont az állattenyésztés úgy gondolom, hogy a csökkenő önköltségek miatt az idei évben a sertés egészen biztos, a baromfi és a tejnél vannak némi problémák, de azt gondolom, hogy mind a három ágazat az év végével egy eredményes évet tudhat majd maga mögött. Azt hiszem, hogy nézve itt a terményárak alakulását, az egyik szemed a sír, a másik pedig nevet. Hát így van, nem gondoltuk volna. Decemberben elmentünk még karácsonyozni, és januárban arra jöttünk vissza, hogy összeszakadt a gabonapiac. Gyakorlatilag senki nem érzékelte. Ez nem csak nekünk, a termelőinknek, a partnereinknek is gond. Tavalyi évben 9 millió tonna össztermés termett meg, abból most még 1,5-2 millió tonna a raktárakban van, és most egy tényleg jó év lesz. Én azt mondtam el az előadásomban, hogy 18 millió tonna körüli össztermést várunk. Ez 9 millió tonnával több, mint az előző év, tehát gyakorlatilag dupla akkora mennyiség. Féltünk mindenkit. Van elég pénzük, hiszen itt cash management van, és van elég raktárkapacitásuk, be tudják-e tenni majd a meglévő terményt, mert most 40 pár forintos árpa, vagy 53-45 forintos búzával senki nem akar majd értékesíteni. Miképpen fogják majd ezek alakítani a takarmány árakat? Az idei évben 35-40%-kal is csökken a takarmánygyártás kivitele. Ez azt jelenti, hogy 2022 mintegy 670 milliárd forint volt, most egy 410-20 milliárd. Ez azt jelenti, hogy 30-40%-kal csökken majd a készkeverék takarmányok ára, tehát még egyszer nem a premixeké, hiszen ott az árak nem változnak. De ez azt jelenti, ma elmondhatom konkrétan, hogy azt várjuk, hogy az elkövetkező időszakban a tej, a sertéshús és a baromfi önköltsége is nagyságrendekkel csökken. A tejnél mi egy 30 forintot prognosztizálunk, a sertésnél egy 90-100 forintot, és a baromfinál is egy 50-60 forintot. Ezért mondjuk azt, hogy csökkenő önköltségek mellett az állattenyésztők majd megpróbálnak a második fél évben profitábilisan működni. Tárbály István Nyíregyházáról érkezett a dabasi rendezvényre. Nem először vett már részt a Vitafort partner találkozóján. Rengeteg hasznos szakmai információ összegyűjthető rengeteg szakmabeli kollégával, ismerőssel lehet gyakorlatilag mindenféle témákban véleményt cserélni, és gyakorlatilag megismerhetjük egymás gondolat, egymás problémáit, ami aztán a mindennapi munkákban hasznosítani tudunk. Érdekelt vagy ugye az állattenyésztésben. Milyen állataid vannak? Szarvasmarhát tenyésztünk, tejtermelő, Holstein-fűzállomány van, illetőleg sertést hízlalunk és tenyésztünk gyakorlatilag, úgyhogy szoktuk mondani, hogy két végén égetjük a gyertyát. És hogy van ma 2023. júniusában egy nyíregyházi állattenyésztő? Az egyik szeme sír, a másik nevet. Ezért mondtam, hogy a két állatfajban is jelen lenni, ez sokszor jót is jelent, előnyt is jelent nyilván, mert legkevesebbszer fordul elő, hogy minden ágazat egyformán jól teljesít egy adott évben. Most éppen a tejtermelés az, ami miatt van ok szomorúságra, a sertéstenyésztés hízlalás miatt pedig gyakorlatilag nagy örömre, hiszen az árak, mondhatom, hogy soha nem látott magasságokban vannak, míg a tejre, mint említettem, az ellenkező irányú mozgás sajnos a jellemző. A szakmai előadások résztvevői kívülről már szemügyre vehették a Vitafort ZRT legújabb, rendkívül jelentős beruházását is. Nagyon impozánsnak néz ki az új takarmánykeverőtök. Mikor fogjátok átadni, Zoli? Két éve kezdtük el, Közép-Kelet-Európa legmodernebb takarmányüzemét fogjuk átadni szeptemberben.
minden lehetőségünk megvan adva arra, hogy az elkövetkező 2-3 évben Magyarországon kívül sokkal távabb körbe gondolkodjunk. Olaszország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia, Bulgáriába fogunk premixeket gyártani és ellátni a piacot.